Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a túrkevélyeket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik élő bejelentkezésemet, és nagyon kérem, hogy értsék meg a műszaki paramétereket, hogy nem tudok mindenen változtatni. Ilyenkor a telefonról zajlik a közvetítés, nem a túrkevet televízió, nem külső személy, egyedül a Facebook beállítása a hibás, amit nem tudok kiküszöbölni. A telefonom kamerájával így működik együtt, néha állóképet közöl, néha fekvőt, nem tudom ezt megoldani, mint ahogy ha valakiknek a hang nem megfelelő, azon sem tudok sajnos módosítani, mert ez az egy hangbeállítás létezik, tehát arra kérem, hogy aki tudja, az a számítógépén próbálja meg beállítani a hangminőséget. Mint ezt azzal kezdtem, újfent tisztelettel köszönöm, hogyha figyelemmel kísérik a rövid beszámolómat, aminek alapvetően az a fő motivációja, hogy szeptemberben sajnos nem sikerült részletesen megírnom, hogy mik is történtek, és habár a túrkevő újság októberi számában lesz erről rövid beszámoló, jó néhány olyan dolog van, amire felkívántam hívni a figyelmet, és gondoltam, hogy hátha lesznek olyan dolgok, amelyek érdeklik a város lakosságát. Szeptemberben több mint 20 napi rendi pontról tárgyalt a képviselőtestület ülése, és egy viszonylag összetett, hosszú, és mondhatom azt, hogy érzelemtől is hemzsegő ülés volt, hiszen jó néhány téma vitát kavart. Csak azokra térek ki, amelyek nem adminisztratívak és nem jelentéktelenek, csak azért, hogy világos legyen minden. Első a túrkeve újság ügye. Ugye sikerült jól megzavarnunk Túrkeveváros lakosságát azzal, hogy szeptemberben nem kapta mindenki postaládájába a Túrkeve újságot. Ennek egyetlen egy oka volt, egy hibás költségvetési tervezés, ugyanis nem volt elég forrás a Túrkeve újságra, ahhoz képest, hogy a terjedelme jelentősen megnőtt. Na most Túrkeveváros képviselőtestülete elkötelezett a tájékoztatás mellett, de azért a tájékoztatás költségeinek is vannak korlátai, hogy mennyit lehet ebből felvállalni. Én hibás voltam abban, hogy teljes mértékben szabad kezet adtam a főszerkesztőnek, hogy a terjedelmet ne csökkentse, hanem minél több színes tartalmat tegyen bele az újságba. Ebből következően a 2020-as év első felében lényegesen nagyobb példányszámok jelentek meg, mint 19-ben, ezért a 19-es évi tervezethez képest nyilván többbe kerültek az előállítások. Na most a lappal nem ez a fő gond, mert szerintem lehetne akár még bővebb, vagy hogyha már 40 oldalt elérjük, akár lehet két hetente megjelentetni, hogy még aktuálisabb legyen, hanem az a fő gond, hogy mindez idáig az volt az általános, hogy 3500-3600 példányszámra kinyomása került, és ezeknek a jelentős része, de több mint fele minimum, szemétbe került. Ment ki a kukába az összes többi szemétpostával, nagyon sokan nem érdeklődtek. Nem azt sajnálom, hogy többe kerül a újság és nem magasabb lényegesen a előállítási költség, hanem azt sajnálom, hogy kidobják ezt az újságot, és nem olvas el mindenki. Ezért az volt az általános álláspontom, hogy csökkenteni kell az előállítási példányszámot, adjunk ki inkább csak 1000-1500-1800 példányt, annyit, amennyire érdeklődés van, és az viszont azokhoz jusson el, akiket tényleg érdekel. Nem az a célom, hogy bevételt termeljek vele, nem azért mondtuk, hogy 100 forint legyen a lapnak az ára, mert ebből akarjuk a nyomdai költséget előállítani, mert nincs rá szükség. Ezt a önkormányzat finanszírozza. Csak azt akartuk elérni, hogy ahhoz jusson el a lap, aki tényleg érdekel, ne pedig szemét legyen belőle. Tehát most a képviselőtestület úgy döntött szeptemberben, hogy azért, hogy a lakosságot kellően fel lehessen készíteni erre a változásra, még ebben az évben még 1 millió forintot hozzátesz a költségvetéséhez a lapnak. Emiatt az októberi lapszám újfent be fog kerülni minden postaládába. Ebben már a főszerkesztőasszony pontosan kifejti az ezzel kapcsolatos változásoknak a menetét, de a következő novemberi lapszámban pedig már részletesen, teljes oldalas hirdetésben tervezzük a lakosságnak elmagyarázni, hogy január 1-től hol és milyen feltételekkel lehet hozzájutni a Túrkeve újsághoz. Senkit nem zárunk el az információtól, ha idősek nem tudják megfizetni a 100 forintot sem, kiküldjük címre, mindössze azt szeretnénk, hogy oda menjen a lap, ahol szívesen fogadják, ahol örülnek neki, és ahol szívesen forgatják a lapot. Minden bizonnyal lesznek még változások a lapban január 1-től, új kiadója lesz a lapnak, ez már eleve egy nagy változás egy újság életében, és a tartalmat viszont továbbra is a egy éve dolgozó főszerkesztő fogja folytatni, nyilvánvalóan bízunk benne, hogy ugyanilyen lendülettel. A következő dolog, amiről felkívánom hívni a figyelmet, ez a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat. Évek óta megy Túrkevén, és évek óta lehet rá pályázni. Ez gyakorlatilag minden túrkevei olyan lakos,
aki felső oktatásban tanul, az korábban pályázhatott, és ennek most minimális szociális feltételeknek kell megfelelni. Nincsenek nagyon szűk feltételek, tehát a mindenkor örökségi nyugdíjhoz van kötve a jogosultság, tehát aki megfelel a támogatási feltételeknek, tehát olyanok a szociális viszonyok a családban, azok jogosultak lesznek arra, hogy havi néhány ezer forintos támogatást kapjanak a önkormányzattól, amit az állam kiegészít. Tehát kérem, hogy a túlkevei újságban kísérjék figyelemmel az ezzel kapcsolatos eseményeket, mert minden további nélkül lehet, hogy önök gyermeke, keresztfia, unokaöccse jogosult lehet olyan támogatásra, amit a Turkevéváros önkormányzata, illetve a magyar állam biztosít. A következő napirend, amit csak érdekeseként mondok el, ugye a Györfi Tanyának volt egy viszonylag számomra hányatottnak tűnő sorsa az elmúlt időszakban, és azt lehet mondani, hogy még ítélésem szerint, ugye tavaly ősszel tettem közé azt a felhívást, hogy jelenkezzen, akit érdekel, szóljon, hogyha valaki szeretné hasznosítani, és ugye egyetlen hasznosító volt, aki egy éves bérleti díjért 5 évre, tehát a mandátumon végéig kivette a Györfi Tanyát, és ugye már is az történik, hogy rekonstrukciós munkákat kíván végrehajtani, felújítani kíván, fát kíván telepíteni, kerítést próbál tenni, ehhez kért tulajdonosi hozzájárulást, amit a képviselőtestület meg is adott. Érdemi változás lesz a jövőre nézve a Petőfi térnek a forgalmi rend változása. A forgalmi rend változás konkrétan a polgármesteri hivatal előtti útszakaszt érinti, tehát a Lordok ház előtti részt, ez a Petőfi tér 3, 5 és 2, 4 házszámok előtt elmenő szakasz. Ez az az utca, ahol régen a régi tűzoltóság állt, és ugye jó ideje egyirányúan lehet csak kifele közlekedni a református templom irányába. Most ugye a Zöldváros TOP-nak a forrásait átcsoportosítottuk ugyan a Ligetre, de előbb-utóbb a Petőfi térnek kell egy ráncfelvarrást, egy pozitív regenerációt biztosítanunk azáltal, hogy sokkal inkább közösségi céloknak megfeleljen. Na most ennek első lépéseként ennek az útnak a lezárása meg fog történni, megszűnik itt a közúti forgalom, azt szeretnénk, hogy inkább a gyalogosoké, inkább a rollerezőké, inkább a babokocsiké legyen ez a útszakasz is. Ennek az első lépés az lesz, hogy zsákutcává alakítjuk, azért, hogy még az ott dolgozók be tudjanak oda járni, az ott élők esetleg, hogyha tudnak ott, akkor közlekedjenek, ha valamit szállítanak. De már kiváltjuk ennek a ottani megállásnak a kapacitásait egy a takarékszövetkezet előtt kivitelezendő parkolóhelyjel, erről többek között éjszaka írtam a Facebookon, tehát oda készül 12 parkolóhely, ez közel annyi, mint amennyi ideig ott tudott állni kocsi, és később, hogyha lesz forrásunk, tehát ez nem biztos sajnos, hogy akár a mostani mandátumon belül megtörténhet, de a Petőfi térnek az átalakításának része lesz, hogy az a teljes útszakasz megszűnik, ennek az első lépése az, ami be fog következni. Részben ehhez kapcsolódik az a intézkedés, amelyről szeptemberben döntött a testület, miszerint parkoló rendelet létrehozását fogja támogatni a városban. Nagyon kérem, hogy senki ne kapjon sikítőfászattól, hogy esetleg a kocsijával ezek után majd fizetnie kell a városban. Minden jogi eszközt megteszünk annak érdekében, hogy az összes turkevei lakos lehetőség szerint továbbra is térítésmentesen használja a parkolókat. Nem így a nagy rendezvények látogatói, esetleg nem így a strand látogatói, és nem így esetleg a szállítással, üzleti céllal közterületeket használók. Teljesen általános lett, hogy az önkormányzatnak fenn kell tartani egy parkolót, és azt valaki kereskedelmi célra használják, habár ma már természetes az, hogyha épül egy cég, egy kereskedőüzlet, saját magának kell saját területén parkolót biztosítani. Így van a Pepkóval, így van a Pennyvel, így volt a Tescóval. Minden, ami új üzleti vállalkozás beindul, annak magának kell létesíteni parkolót. Nyilvánvalóan ez egy városképi kérdés, hogy hogyan parkolnak a kereskedők, mint ahogy városképi, vagy a üzleti érdekeltségű, mondjuk szállítás közben, mint ahogy az is városképi kérdés, hogy mondjuk hogy néz ki a buszpályaudvar környéke, ott ki milyen parkolót csinál magának, és így tovább. Ezt a területet rendeznünk kell. Hosszú távra. Emiatt egy parkolórendelet előkészítését kezdtük meg, ennek a jogalkotási munkája jelenleg is zajlik, ma most már kodifikáció alatt van az az elképzelés, amelyből egy hosszabb távú rendelet fog születni. Még egyszer mondom, hogy nem kell megijedni, azért csinálunk közpénzből parkolókat, hogy Turkeve lakossága ezt tudja használni térítésmentesen. Viszont ez nem vonatkozik néhány dologra, például arra, hogyha csinálunk egy parkolót pár millióból, akkor arra ne álljanak 6,5 tonnás
gépjárművek tönkretéve az utat, azt ne használják üzleti céllal, ez a lakosoknak van, a lakosoknak a befizetett kommunális adójából, az önkormányzat saját bevételeiből, tehát ezt próbáljuk fenntartani, és megnézzük, hogy ezt hogy tudjuk jogszerűen megcsinálni, hogy az működjön. Egy nagyon örömteli és egyben aggasztó dolog is történt. Az örömteli része az, hogy a dr. Vajda Dent BT szakfogorvosa hála jó égnek babát vár. Ezúton is gratulálunk neki, és sok boldogságot kívánunk a családnak. Ugyanakkor a BT-nek jelen pillanatban legalább egy évig valamilyen formában csökkentenie kell a rendeléseit, és a rendelés emiatt picit változni fog, hiszen helyettesítéssel kell megoldani. A jogszabály azt mondja, hogy egy héten 30 órát kell a rendelőben lenni a szakorvosnak, ennek a felét kell biztosítani, tehát 15 órát kell biztosítani helyettesítés idején. Tehát a következő egy év novembertől kezdődően egy picit minden turkevei lakosnak nehezebb lesz, aki ebbe a fogorvosi körzetbe tartozik, mert kevesebbet lesz elérhető ott a szakorvos. Na most az önkormányzatnak ehhez nyilvánvalóan az a köze, hogy mintán a fogorvosnak a önkormányzattal van szerződése, próbáljuk elérni azt, hogy a fogszakorvos hosszú távú ittmaradása érdekében a legbékésebb, legjobb megoldást találjuk, ugyanakkor a város lakosságának is képviseljük az érdekeit, hogy egy évig a lehetőség szegek szerint minél könnyebben elérje ezt a szolgáltatást. Erről zajlott szakmai beszélgetés bizottságüléseken, és zajlott egyeztetés, bízok benne, hogy minden fél számára megfelelő megoldás jön létre. És hát, hogyha már a konfliktusos területekről van szó, akkor szó volt a idős ellátás stratégiának a elkészítéséről is. Ugye nem titok, hogy jó ideje gondolkozom azon, hogy át kellene alakítani az idős ellátást Turkevén. Ennek nem az az oka, hogy elégedetlen lennék a mostanival, hanem az, hogy szerintem lényegesen nagy fejlesztésre szorul, és lényegesen átalakításra szorul ahhoz, hogy a jelenlegi demográfiai viszonyoknak megfeleljünk. Nagyon-nagyon szomorú tény, hogy Turkeve város csökkenő népessége demográfiailag előregedő. A fiatalságnak egy jelentős része sajnos elhagyja a várost, és ha bár mindent el fogok követni a következő 5 évben, hogy nehez legyen az általános, ennek ellenére az egész európai vidékre az az általános, hogy öregek sajnos magukra maradnak. Emiatt, nekem is gondolnom kell az öregkoromra, olyan színvonalas idős ellátást szeretnék Turkevén a következő évtizedben megvalósítani, amely a jelenlegi kapacitásokat, tehát 50-55 fős ellátási helyet minimum megdupláz, és lényegesen jobb életfeltételeket biztosít, jobb életminőséget biztosít minden bennlakónak. Azt szeretném, hogy legyen olyan szárnya, ami demenszárnyként a leginkább emberhez méltó körülményeket biztosít azoknak, akikről már nem tudnak magukról gondoskodni. Ugyanakkor meg egy vidám és teljes életet teremtő lehetőséget teremtsen azoknak, akik önellátásra képesek, akik mozogni tudnak. Azt szeretném, hogy vidám kártyaasztalok és vidám élet legyen, és mindez olyan infrastruktúrális körülmények között, amely méltó a 21. századi Európájához. Ennek érdekében történtek lépések, ebben érdekében vannak viták. Alapvetően én azt gondolom, hogy a képviselőtestületben mindenki elkötelezett azért, hogy a legjobb életminőséget biztosítsuk a idős otthonban. Ennek a módszeréről, üteméről vannak viták. Az egyik nézet az, hogy a Damjanics útra még érdemi forrásokat kell fordítani, tehát a volt Kelet-Újvárosi iskolára, és azt meg kell tartani. Én meg azt képviselem, hogy a lehető leggyorsabban azt be kell zárni, mert az nem biztosít olyan körülményeket, amelyek jók, és el kell mozdulni a leggyorsabban egy bővített létszámba, egy jobb minőség irányába. Ennek keressük a forrásait. Ennek nyilvánvalóan része lesz, hogy a jelenlegi fenntartó, a Berettyóköves Többcélú Társulás lehet, hogy hosszabb távon változik, és más fenntartót fogunk találni. És még egy napirendi pontotról számolnék be, ami kifejezetten érdekes szerintem. Mindenki tudja, hogy nagyon sok kritika éri a Balai utat. Én a magam részéről meghatározónak és stratégiai jelentőségűnek érzem a Balai utat. Valószínűleg a saját életemből indulok én, nagyon-nagyon sokat járok rajta, és nagyon sokan járnak sokat rajta, ugyanis egyre inkább, mikor pihenésről beszélünk, horgászásról, kirándulásról, kerékpározásról, csak általános természetjárásról, kikapcsolódásról, nagyon sokan mennek a Balai híd felé, sokan mennek a Berettyópartra. Mind turisztikai, mind idegenforgalmai, mind pedig a város lakosságának rekreációs céljait szolgálóan ez az út meghatározó.
szégyenletes az állapota, szörnyű az állapota, évtizedek óta nem volt ráfordítva. Nyilván utoljára nagyjából a Balai Állami Gazdaság, mikor még létezett volt az, aki erre fordított forrásokat, nagyon-nagyon megromlott állapotában nem nagyon tudtunk elérni változást. A teljes út a közút kezelésében van, a magyar állam tulajdona, és hát alapvetően a közútnak sajnos sokkal nagyobb feladatokat adok ennél, tehát én ugye azért lobbizok hétről hétre, hogy a Kuncsorbai útban történjen változás. Most már ugye arról megindult a lobby, vagy most már arról is írtam, hogy a város belterületein a közúthoz tartozó útszakaszok, amihez mi nem is nyúlhatunk gyakorlatilag, a teljes Kossuth-Lajos utca, tehát a Strandtól felfele vissza a Lányiskoláig, onnan a Petőfi Sándor utca a múzeumig, majd kifele a Bajcsy-Zsilinszky utca, egyik sem a városé, nem nyúlhatunk hozzá. Ezek is felújításra szorulnak, csak úgy, mint a teljes átmenő szakasz, a Kisújszállás mezőtúr közötti szakasz. Tehát azért lobbizok, hogy ezek megújuljanak, a közút ebben lépjen. Én úgy érzem, hogy Kovács Péter igazgató úr ebben partner is, hogy gondolkozzunk erről. Viszont nem látom az esélyét annak, hogy a közeljövőben a Balai úthoz odaérjünk. Ezért azt kezdeményeztem, hogy a Balai út kerüljön Turkévváros önkormányzatának tulajdonába, legyen egy vagyonátruházás a magyar állam részéről. Itt két nézet van. Az egyik nézet az, hogy ezzel egy jó nagy bajta nyakunkba veszünk, minek nekünk egy olyan út, amit úgyse tudunk fenntartani. A másik nézet az, amit magam is képviseltem, az, hogy így se úgyse történik semmi az úttal, akkor legalább az esélye meg lesz, hogy ki tudjuk kátyúzni, tudunk valamit csinálni, hogyha a tulajdonunkba kerül. Én bízok benne, hogy a közút támogatni fogja a magyar állam irányába induló kezdeményezésünket, és át tud kerülni a út a város tulajdonába. Mindezek mellett alapvetően adminisztratív jellegű előterjesztések voltak, költségvetési rendeletmódosítás, selejtezési dolgok, Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-nek a beszámolójának az elfogadása, a Városgondosság beszámolójának az elfogadása, engedélyeztük a Recski ifjúsági tábor területére egy alapítvány létrehozását, volt egy lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban egy hosszabbítás, tárgyaltunk a sportegyesületnek az elszámolásairól, hogy ezt hogy lehet javítani. A bölcsődei térítési díjról volt bizottsági vita, ami nem került a testület elé, mert olyan heves nézetkülönbségeket eredményezett. Volt a mezőtúri hivatalos önkormányzati, a mezőtúri hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2019 évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló, amit elfogadott a testület és hálásan megköszönte a munkát. Épp így a turkevei alapfokú művészeti intézmények beszámoltak, a Korda Vince táncművészeti, képzőművészeti, színjátéki alapfokú művészeti iskola és az Egressy Béni zeneiskola mindkettő művészeti intézménynek kifejezte a testület a háláját azért, hogy szolgáltatásaikkal fenntartják és bővítik folyamatosan a turkevei közéletet. És egyetlen egy napirendről feledkeztem meg, aminek még szerintem van vagy olyan, ami érdeklődésre tarthat számon. Egyetlen ingatlanunkat elcseréltünk a városba egy másik ingatlanra. Hogyha tudják, hogy a Lordokháza alatt, itt a Petőfi téren a hivatal mellett van a volt mezőbank épülete, tehát a könyvtár mellett oldalt. Legutóbb egy pártirodaként funkcionált ez az iroda. Azt elcseréltük egy másik ingatlanra, minimális ráfizetéssel egy jelentős vagyongyarapodást szerzett a város, és ezáltal a Petőfi téren ez az ingatlan is most már az önkormányzathoz tartozik, ide kapcsolódik, én bízok benne, hogy a közjót fogja szolgálni az ott zajló összes tevékenység. És hogyha idáig eljutottam, akkor egy pár szóban felhívnám a figyelmet, vagy beajánlanám azokat a témákat, amelyek a októberi testületülésen fognak elhangzani. Itt csak az érdekesebbeket említem, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. A Kevihal Kft., a turkevei halastavakat üzemeltető cég tulajdonosi hozzájárulást kért a halastó leengedéséhez. A halastó leengedése megkezdődött. Ez, mint látványos volt, nem tudjuk, hogy pontosan párhuzamban volt ezzel, de ugye ezen a héten vasárnapon, illetve a múlt hét vasárnapján nagyjából ki is öntött a berettyó. Ezért hétfőtől kezdve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaival közösen dolgozunk azon, hogy a lehető legjobban kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Folyamatos a szivattyúzását a kis berettyó, illetve a korábbi átfolyókat, ahol a mintakertbe, mintakert mellett vízkifolyások voltak, azoknak a betemetésébe kaptunk segítséget most a kötővíziktől, illetve a Városgondosságnál kértem azt, hogy a lehető leghamarabb szálljunk be ebbe a munkákba.
Itt a KFT egyébként felajánlotta, hogy a Kisberettyó ökológiai állapotának védelme érdekében évi 40 óra gépi hozzájárulást biztosít, ami akár medelkotrásként, akár a töltések kezeléseként, akár a hullámtérben kezelésként nagy segítségünkre lehet. Én azt gondolom, hogy sok érzelmet fog kiváltani az a döntés, ami pedig egyszerű formális döntés. 2004-ben a testület úgy döntött, hogy a strand területén létesített üzleti, éttermi, vendéglátói szolgáltatásoknak meghatároz egy díjat. Ez a díj egy meglehetősen szerény, jelképes, kisösszegű díj volt hosszú-hosszú éveken át, 16 éve. Most ezt a határozatot kezdeményezem visszavonni, és átadom a hatáskört a strandnak, hogy a figyelembe véve a város közterület használati rendeletét állapítsa meg egységesen a díjat. Ne legyen különbség, ne legyen pofára szabás semmiben, nagyjából azt kértem, hogy egy következetes négyzetméterre meghatározott díjtétel legyen, amely viszont kicsit méltányosabban figyelembe veszi a strand érdekeit is, hiszen ez az elmúlt időszakban kicsit mellőzve lett. Szintén egy izgalmas napirendi pont lesz a OTP régi épületének a hasznosítására készített előterjesztés. Ott gyakorlatilag ugye jelen pillanatban a város egyik legértékesebb ingatlanjáról van szó. Érdemi bevételt nem termel ez a ingatlan a város számára. Ott egyszerűen meg szeretnék vizsgálni, hogy mondjuk a földszinti része hogyan tudja a legtöbb forrást hozni, illetve emeleti részét hogyan tudjuk a város kereskedelmi céljára hasznosítani. Ez nyilvánvalóan sajnos fog kellemetlenséget okozni néhányaknak. Magam részéről ezúton is tisztelettel kérek elnézést a Túrkevei Városi Sportegyesület biliárd szakosztályától, akik ideig az emeleti részt használták. Január 1-től valószínűleg ez a lehetőség megszűnik, hiszen ott a kereskedelmi szálláshely kialakítása fog megkezdődni, illetve a földszinti résznek, ahol most jelenleg egy üzlet bonyolítja a kereskedelmi tevékenységét, nyilvánosan meghirdetjük a hasznosítására, biztosítjuk a most működő üzletnek az előbérleti jogot, de a bérleti díjtételek emelése mellett. A 2024-ig szóló parkolófejlesztési programnak a koncepcióját vagy a elképzeléseit éjszaka megosztottam már Facebookon. Teljesen jogos az a kritika, hogy nem ez a város legnagyobb gondja, nem a legnagyobb problémája. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, itt a városban közlekedve nap mint nap, hogy igenis probléma. Zöld felületekre, pont most a pocsajás részekben, itt a polgármesteri hivatal mellett is gyepre leállnak kocsival, kaotikus állapotok vannak egy csomó területen, reggelente iskoláknál nem lehet megállni, magánparkolókra, illetve bejárókra állnak be emberek, mindenki úgy érzi, hogy csak egy percre jött, sok-sok kellemetlenség, feszültség van ebből. Szeretnék egy civilizáltabb városképet, egy európai kinézetet a városnak, ehhez jelen pillanatban kellenek a parkolók. Én a magam részéről elkötelezett vagyok abban, hogy a lehető legjobban a várost átállítsuk újra környezetbarát közlekedési eszközökre, legyen roller, aki lusta lökti magát, annak legyen villanyroller, legyen gördeszka, legyen görkolcsolya, legyen minél több kerékpár. Ezeknek az infrastruktúráját is meg fogjuk teremteni, de akut helyzetben néhány dolgot most kezelnünk kell, ezért a parkolási anomáliákat szeretnénk ezzel a előterjesztéssel kezelni. Aki jár a városban és járt a piac téren, az már talán látta, hogy nagyon nagy az átalakulás, és pillanatokon belül elképesztő ütemben zajlottak a Switelski Magyarország vállalkozásának a kivitelezési munkái. Nagyon-nagyon látszódik, hogy profin és nagy tapasztalattal rendelkeznek ezekben a munkákban, és hát nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy más területen is ezeket a segítségeket megkapjuk. A parkolók létesítésére kiadtunk egy egyszerűsített közbeszerzést, meghívásos volt, több helyről kértünk árajánlatot. Örömünkre szolgál, hogy a Switelski Magyarország adta a legkedvezőbb árajánlatokat ezekben is, tehát a piasztéről átvonulna, ahol most alvállalkozóként dolgozik a városgondnokságnak, a lehető leghamarabb lehet, hogy a városmának is dolgozni fog. Ennek az előterjesztése is a októberben kerül megtárgyalásra. A egyik legnagyobb jelentőségű program, ami nekünk nagyon-nagyon sürgős a zöldváros top befejezéséhez, ez a ivóvíz ellátási feladatokhoz szükséges fejlesztésekről szól, és egyértelműen a víztoronyról.
Kérek mindenkit, aki érzelmileg egy picit kötődik a víztoronyhoz, menjen még ki a telefonjával, fényképezőgépével, készítsen néhány felvételt, fotót a víztoronyról, ugyanis a következő 30 napban meggyőződésem szerint el fog borulni, és örökre eltűnik ez a ipartörténeti emléke a városnak. Megszolgálta a saját idejét, közel 70 évet állt, szolgáltatott vizet, de olyan műszaki állapotba került, amely ma már a fenntarthatóságát nem teszi lehetővé. A szakértő cég, aki térségünkbe a üzemeltetővel, a TRV ZRT-vel foglalkozik ilyeneknek a felújításával, itt az irodámban állította, hogy már 10 éve jelezte az akkori polgármesternek, hogy halaszhatatlan a felújítása, és azonnal lépéseket kell tenni. Az elmúlt 10 évben ebben sajnos nem történt előrelépés. A Globusnak a teljes felső területe tönkrement, ezért a víztároló kapacitása a felére csökkent, ami csökkentette víznyomást és kisebb-nagyobb ellátási biztonságot jelent. Új víztorony kell, ehhez kétség nem férhet. Ez valószínűleg az 1040-es útjához, vagy az autókrossz pályához kimenő út mellé a korábbi vízbázisnak a helyszínére kerülne ki, ami megmondom őszintén, hogy nagyon sok aggályt jelent számomra. Tehát előre elnézést kérek a várostól, hogyha bármilyen hiba vagy fennakadás lesz. Tehát jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a TRV ZRT arról biztosította a várost, hogy nyomószivattyúkkal el tudja látni a városban mindenütt a vízellátást úgy, hogy az nyomás csökkenés nélkül biztosítható legyen. Rettegek, hogy ez így lesz-e. Tehát nagyon-nagyon félek tőle, hogy a vízbázistól a legtávolabb eső részek, mondjuk a kincses kertben is ugyanolyan víznyomás lesz-e. Kb. Jövő tavaszra készülne el az új víztorony. Ennek az előterjesztéséről és ennek a témájáról kell beszélnünk a előterjesztésben. Ez egy nagyon-nagyon fontos terület lehet, amivel hosszú távra több évtizedre a vízbázis biztonságát fogjuk megteremteni. Szintén egy izgalmas téma, vagy hát számomra nagyon inspiráló téma, a Putri híd rekonstrukciójának a előterjesztése. Talán önök számára ismert, hogy a Balai kőhídtól kezdve korábban, ugye legtöbben akik most élnek, azok gyerekkoruktól kezdve két hidat láthattak ezen a szakaszon Ecsekfalváig. Az egyik volt a Lőtéri Kisvas híd, ami még a 90-es évek második felében is gyalogos motoros átkelésre teremtett lehetőséget a volt mezőtúri lőtér fele, tehát a Terezukhoz vagy a Csurgói Gátőrház irányába. Ezt ugye elvitte víz, csak úgy, mint korábban, ahogy a Bokrosnál lévő hidat, tehát a templom Zug utáni szakasznál, a Berettyó mentén, ahol volt egy fahíd. De most a Putri híd, az viszont a 18. század végétől volt meghatározó Turkevén. Minden fontos pusztai eseménynek az egyik helyszíne volt. Már az első katonai térképezés is jelzi a térképen, és a második katonai térképen már maga a híd is megvan. Bocsánat, helyesbítek. Az első katonai térképezésen a csárda, a Putri csárda, amiről a nevét kapta maga a dűlő is, illetve a híd is, azaz, ami az első katonai térképen is fenn van, és a Putri csárda mellett volt a híd, ahol át lehetett kelni a Berettyón. Kirándulóknak úgy tudom ezt elmagyarázni, hogy ahol jelenleg a Balogh János emlékhely van, ott volt egykoron a híd, azt ugye annyira látszik, hogy a 19. század második felében az árvíz mentesítése és árvízvédelmi munkák során a hídhoz egy külön töltést építettek ki, emiatt a mai napig statikailag vagy stratégiailag az egyik legjobb lehetőséget teremti arra, hogy ott újból átkelési lehetőséget teremtsünk a Berettyó túloldalára. Ez megnyitná lehetőséget kirándulásokra, körtúrákra, akár lóval, akár motorral, akár kerékpárral megyünk. Ez mind-mind megteremtene lehetőséget, hogy akár horgászni, kirándulni, használjuk ezt a hidat. Így lesz a legrövidebb az út, de Dévaványai Túlzok rezervátumba, így tudunk átmenni Ecsekfalvára egy-egy jó falusi rendezvényre. És a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Lovas Attila úr az irodámban tett ígéretet arra, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát biztosítják. Dr. Szabó Zoltán polgármester úr volt az, aki utolsó mandátumánál kezdeményezte ennek a hídnak a rekonstrukcióját. Ennek köszönhető az, hogy azok a hídelemek, amiket Dr. Szabó Zoltán megszerzett, a mai napig rendelkezésre állnak, és hát ennek a kiegészítő munkálatai fognak megkezdődni, amennyiben a testület jóvá fogja hagyni ezt a előterjesztést.
És sok érdekes más téma között még egy dolog lesz, ami napirenden lesz, az a zöldváros programmal kapcsolatos előterjesztések. Ez ugye csak azért fontos és csak azért aktuális erről beszélni, mert a következő időszakban jó néhány olyan pályázati fejlesztést szeretnénk elősegíteni, amely már egy zöldvárosabb koncepcióját erősíti. Várhatóan hamarosan megjelenik az a pályázati forrás, ami lehetőséget teremt újból önkormányzatok meg önkormányzati cégek részére is megújuló energiaforrásokból energianyerésre. Itt nyilvánvalóan a napelemfejlesztés lesz egy nagyon fontos terület, hogy például a strand területén napelemekkel fedett parkolókat hozzunk létre, a polgármesteri hivatalnak erősítsük meg az ilyen jellegű ellátását. De ugyanígy már gondolkozunk azon, hogy mondjuk, hogy segítsük a Túrkevén és esetleg a villanyautóknak, az elektromos autóknak a terjedését, legyen itt is gyors töltő, építsünk ilyet, lépjünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban fejlesszük a Túrkevén a szelektív hulladékszállítást, ami azt jelenti, hogy miután az térítésmentes, és egyébként minimalizálni tudnák az emberek a szemétdíjukat, ezért lehetőség szerint mondjuk a havi kétszeri szelektív gyűjtés az lehetőséget teremtene arra, hogy mindenkinek minimális legyen a hulladékszállítási díja, hiszen a szelektívért nem kell fizetni. Nyilvánvalóan a sok természetvédelmi zöld felületkezelési programot teszünk bele, tehát egy jó, érdekes és szakmai előterjesztések lesznek. És hát ezen kívül is sok fontos témáról fogunk tárgyalni, a lakásrendeletet módosítanunk kell. Nagyon nagy a lakhatási probléma a Túrkevén, nagyon sokan keresnek meg bérlakás hiányjal. Újabb csontvázak borultak ránk itt a hivatalba, azokat kell kezelnünk. Volt egy önkormányzati KFT, ami megszűnt valami adóssággal, és most keresik rajtunk a pénzt, úgy tűnik, hogy 5 évig erről senki nem tudott semmit. A kézilabda munkacsarnokban szeretnénk végre tisztán látni, hogy mikor lesz meg az esélye annak, hogy előre mozduljunk. És mindezek a feladatok azok, amelyek előttünk állnak, és lehetőség szerint a leghamarabb megoldást kívánnak. Ezek azok a témák és területek, amikkel szeptemberben és októberben foglalkozott a képviselőtestület, és ezek azok a kérdések, amelyekben a következő fél órában még itt a gép előtt várom írásban a kérdést, vagy észrevételt. Nyilvánvalóan, hogyha a következő fél órában itt nem lesz módom válaszolni, akkor este a gép előtt még fogok válaszolni, de most a élő bejelentkezést megszüntetem, és akkor folytatni fogom ezt írásban itt a gép előtt, hogy reagáljak az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy figyelemmel kísérték a beszámolómat.